Időutazás, ezt a címet viseli az a kiállítás, amely a Tamási Galériában a Magyar Állami Operaház központi csillárjának restaurálási és rekonstrukciós munkálatait mutatja be. A Miszlárt művésztelepre visszavisszatérő ötvös művész Olás Sándor az, akit 2021-ben felkértek erre a feladatra. Sándor 12 éves korában, akkori rajztanára invitálására csatlakozott egy művészeti szakkörhöz. Baranyába. Selye községben, én Besencén laktam egy pici kis faluba, Csányoszróba jártunk felső tagozatos időszakunkba, és ott a rajztanárunk felfigyelt arra, hogy esetleg jobban rajzolok egy kicsit, mint a többiek, vagy jobban szeretem, már nem tudom, mert úgy gondolom, hogy nem csak egyesek tudunk rajzolni, mindenki tud rajzolni. Az a kérdés, hogy kinek mennyi kedve van, és mennyi időt tölt vele, aztán így palérozódunk végül is, bármiről legyen is szó. Ennek a következménye pedig az volt, hogy a Pécsi Művészeti Szakközépiskola után a Magyar Iparművészeti Főiskolán folytatta tanulmányait. Mind a két helyen az ötvösség az, ami jelölve lett. A Sejjén először került a kezembe a vörös rézlemez, és amikor azt elkezdtem doborítani, az egy csodálatos élmény volt számomra, hogy egy mennyit enged a fém, az a rideg, kemény fém, amiről azt gondoljuk, hogy szinte hajlíthatatlan, vagy csak nagyon nehezen tűzbe, hidegen is lehet hajlítani, és a rézlemez, a színes fémlemezek, azok ilyenek, hogy még hidegen is egy-egy lágyítás után nagyon sok mindent engednek. Az ötvös művész szívesen dolgozik kreativitást és innovációt igénylő feladatokon, legyen szó ipari, építészeti, belső építészeti, design vagy éppen restauráláshoz kapcsolódó felkérésekről. Munkái hotelekben, bankokban, ipari létesítményekben, de magánházakban is megtalálhatók, Magyarországon és külföldön egyaránt. Így nehéz is kiemelnie kedvenc saját alkotást. Nagyon nehezen tudok én választani, azért, mert egy példán keresztül meg akarjuk világítani, melyik gyümölcs a kedvenc, hát az eper az eper szezonban, a körte szezonban, a szőlő a szőlő. Én minden gyümölcsöt szeretek, én minden munkámat szeretek, és igyekszem mindegyiket úgy megélni, hogy az ne csak számomra legyen egy maradandó élmény, abba fejlődhessek, illetve a környezetemben élő emberek számára is ez egy hasznos, értékelhető munka legyen. Tehát ne kudarc legyen, ne rossz érzés legyen a végeredménye, hanem minden esetben jó érzéssel záruljon, hogy az ember tudja vállalni ezt a munkát. A Miszlárt művésztelep rendszeres résztvevőjét a Szent Eligius díj, a Magyar Képzőművészek és Iparművészek díja, valamint az MMA ösztöndíjának nyertesét 2021-ben kérték fel a Magyar Állami Operaház központi csillárjának restaurálás és rekonstrukciós munkáira. Ez egy kiemelkedő munka az én életemben, egy ötvös művész számára egy kiemelkedő munka lehet, mert nagyjából 100 évben egyszer vagy kétszer újítanak fel egy ilyen léptékű ötvös munkát. Azon kívül pedig az, hogy ötvös munka, az ötvös művészeten belül az ékszer az egyik véglet. A 2,5 tonnás, 3 tonnás, 12 méter magas, 4 méter átmérő csillár, mondhatni, az pedig a másik véglet. És csodálatos dolog ebben benne lenni, végigjárni az utat. Nem is tudok erről meghatódottság nélkül beszélni. Tehát egy csoda az embernek megadatik, és sok mindenben megpróbálhatja magát. Az operaház felújítás alá került, az IBL korabeli koncepció szerint újították most újra föl ezt az operaházat. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy felkértek ennek a központi nagycsillárnak a restaurálására, illetve a rekonstrukciós munkáira. Ugye ez két dolog, ugye a restaurálása, a felújítása a meglévő alkatrészeknek, és az új alkatrészeknek, az új karoknak pedig az újraalkotása, mert arról van szó, hogy a IBLI koncepció szerint ugye gázégősek voltak, fölfelé álló karok voltak, ezeket a századforduló magasságában, amikor az elektromos áramra átalakították,
világító testeket, akkor eltávolították a gázégős csomópontokat, és lefelé álló karokat csináltattak. És most ugye az IBLU koncepciót helyreállítottuk, ismét fölfelé álló karok. Ez is egy csodálatos. Ugye mitől van az, hogy időutazás a címe ennek a kiállításnak? Hát ettől a csodálatos élménytől, hogy az ember vissza, óhatatlanul is visszamegy abba az időszakba, amikor eleink, ugye itt a magyarul beszélők világában, a Kárpát-medencében elhatározták, hogy ne csak a monarchia bécsi székhelyén legyen a kultúra csúcsa, a központja, egy operaház, ahol ugye az összes művészeti műfaj megtalálható, hanem legyen egy nekünk itt, magyarul beszélőknek Budapesten is. Ugye ez történt az 1870-es években, amikor a döntés megszületett. Megnyerték támogatónak ugye Ferenc József császárt, és majd 1884-ben megépítették az operát, 84-ben lett átadva a kész operaház, és gyakorlatilag most rögtön ugye el is kalandoztam egy kicsit, eszembe jutott rögtön egy nagyon kedves anekdóta. Ugye azt mondják, hogy az a hír terjedt el, hogy Ferenc József azzal a feltétellel támogatta a Budapesti Operaháznak a megépítését, hogy nem lehet nagyobb, mint a bécsi. És amikor 1884-ben az átadásra ugye megérkezett, nagy ünnepélyes ceremónia közepette, végigjárta az operaházunkat, és egyszerűen megállt, és azt mondta, hogy azt elfelejtettem mondani, hogy szebb sem lehet. A csillár teljes súlya megközelíti a 3 tonnát, és 4149 darab alkatrészből áll össze. Valójában nekem nem is igazából a szakmai része volt a kihívás, hanem az a rövid idő, amit eredendően 5 hónapban állapítottak meg, egy áprilisi kezdés után augusztus végi augusztusi fölszerelés volt előirányozva. Persze aztán, ahogy az építkezésekről tudjuk, ezek el szoktak húzódni némely esetben, így aztán kitolódott ennek a munkaideje egészen márciusig az átadás szinte első pillanatáig, tehát az utolsó pillanatban is munkálkodtak a különböző szakmákban. Tulajdonképpen minden technológia szinte adott arra, hogy egy ilyen léptékű munkát meg tudjak csinálni. De amikor el kellett dönteni, azt, hogy képzeljék el magukat egy ilyen halatlanul sötét, nagy auditoriumba, ami teli van állványokkal, a csillár le van eresztve a nézőtér padlójára, és körbe van fekete posztorjákkal dobozolva, hogy megvédjék ugye az óhatatlan kezektől, vagy a károsítók ezektől, és bemegy az ember, és 4 szinten megy fölfelé az állványzaton, amíg eléri a felső részét a csillárnak. És ez akkor, hát ugye nem szoktunk azért, egy ötvös művésem csinál, jó esetben az életében egyszer, ha találkozik ilyen léptékű munkával, tehát nem vagyunk ahhoz szokva, hogy minden évben csinálunk egy ilyen léptékű csillárt, aztán mindent tudunk róla. Tehát ugye meg kellett fejteni azt a tervezési logikát, amivel ezt megtervezték, hogy egy műhelybe, egy gyárba megépítették, utána szétbontották, elvitték a helyszínre, és ott darabjaiból össze kellett tudják rakni, és fölemeljék utána a megfelelő helyre, hogy az le is föl legyen ereszthető akkor, amikor a takarítás és egyéb műveleteket akarják csinálni. A csillárt a felújítás alkalmával kétfelé bontották. A munkafolyamatokról, a dokumentáció mellett a készítés különböző fázisait illusztráló öntvények, alkatrészek és egy eredeti mintára készült lámpakar is megtekinthető a Tamási Galériában június 18-áig.